Szóval srácok nyomjuk tovább itt a Top class és a hétvégén lesz majd vasárnap még egy Top Class bontás, akkor megnézzünk kettő blaster dobozt, de most foglalkozunk inkább a sima csomagokkal, úgyhogy váltsunk is át egyből ide az asztalra, hiszen már itt van bekészítve a hat csomag, ugye három csomag az első félidőre, és három csomag a második félidőre. Nem akarom tovább húzni, mert nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy újra bontunk ilyen top class itt a csatornán, hiszen egy nagyon-nagyon király és szép szériáról van szó. Elképesztő design van itt, amit a Panini megálmodott az egésznek. Úgyhogy eredményjelző behozva, nézzük is az első fél idő első csomagját. Ugye, hat kártyás egy ilyen kis csomag, és egyből egy Dortmundi rúki kártyával indítunk. Aztán van egy Juventusos kvádrádó. Utána Depay, ki emlékszem, hogy elég sokszor nyitottuk. Van egy... Hát de tessék, hát itt van a Barcelona vezető gólja. Hát annyira elmerülök itt a labdizájnban, de a Barcelona már is vezet 1-0-ra a PSG ellen. Szóval alatt van egy Curtis Jones, utána jön egy Chilwell, illetve egy Laport még a Cityből. Úgyhogy vezet a Barca, elég hamar megszerezték itt a vezetést, de még nagyon sok van hátra, meg ugye nincs benne annyi csapat, szóval a PSG simán meg is fordíthatja, vagy a Barcelona még elhúzhat még jobban. Van egy Salah Liverpoolból, alatta a Liverpool felállás, és három csillogós volt a csomagban, nagyon szuper. Idol kártya Carvajal a Real Madridból. Van még egy Bellingham, aztán Eric Garcia, 2-0 már a Barcelonának, és alatt ugye van egy Modric a Real Madridból, úgyhogy a Barcelona nagyon bekezdett itt az első fél időben. Kíváncsi vagyok, hogy a PSG-nek egyáltalán van-e rá, vagy lesz-e rá válasza, vagy a Barcelona most még inkább el fog menni. Van egy hálandunk top forward, Dortmund, aztán alatt ott van egy Chelsea felállás, viszont Braceway, Barcelona. 3-0 a Barcelonának, egy kicsit itt most megigazítom. A végén ki se fogunk férni a kameraszög miatt. A fészkem az annyira ne takarja ki, így. Elképesztő, mit nyomja a barsz. Minden egyes csomagból jön egy gól nekik. Egy Werner, egy Várán, illetve Zéko az Interből. Hát srácok, három csomag után három nullára vezet a Barcelona. Elképesztő, mit művelnek. Menjünk át a második fél időre, és nézzük meg, hogy itt is lesz-e három Barca gól. Tartják a formát, hogy minden egyes csomagból jön egy Barcelona kártya. Bayern München felállás, Aydol Kante, Ansu Fati, Barcelona 4-0. Elképesztő. Mit művel a Barcelona? Ilyen még szerintem még nem is volt, hogy minden egyes csomagból le. eddig jöjjön gól. Van még egy Mendy a Real Madridból, van egy Málen a Dortmundból, illetve egy Walker a Cityből. PSG, az teljesen köze nincs a mérkőzéshez a PSG-nek. Utolsó előtti csomag a videóban. Elképesztő. Tényleg közedincs a PSG-nek ez a meccshez. Ederson City. Barcelona felállás. Jordiába Pedri Busquets, Frenkie de Jong. Összjátékával 5-0. 5-0 a Barcelonának. Hihetetlen. Egy Akanji, egy Maison Mount. Van egy Locatelli, illetve egy Pogba. Az utolsó csomagjön srácok a videóban. Hát nagyon kíváncsi vagyok hogy a PSG szépíte, vagy a Barcelona megadja oh, aha a minden, itt a hatodikot, itt lesz egy rer. Pedri, hát Barcelona! 6-0 jelenleg! Elképesztő! Alatt ott van az első PSG-s goldiálló, 6-1. Minden egyes csomagból jött gól, kiütéses győzelem. Musiala, Bayern, Taya aztán Grubic, illetve van még egy Matip, ez elképesztő. Ez kész. Ez kiütéses győzelem a Barcelonát, ha minden egyes csomagban volt egy Barcelon alap. Rare is jött. Ez nagyon durva videó lett szerintem, a srácok. Elképesztő. Úgyhogy a srácok kezdett volna ez a mai videó. Rettentően élveztem. Ez, ez hihetetlen. Szerintem ilyen még nem is volt a csatornán. Wow. Holnap update edition is Önös lesz, és hétvégén megnézzünk dupla blastert, hogy említettem ebből a top classból. Úgyhogy srácok, ha srácok, a tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy like és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Holnap találkozunk a következő videóban addig, és legyetek jó, sziasztok!